fraktálterek, torziós mezők, induktotermia. Sziasztok, Tóth Roland vagyok, nem káromkodtam. A mai nap ezekről lesz szó. Misin készülékében az az érdekes, hogy az oroszok már ezekkel a technológiákkal, amiket az előbb felsoroltam, már bő 40 évvel rendelkeznek, itt Európában pedig nagyjából teljesen ismeretlen ez a technológia. A készülék alapvetően az induktotermia jelenségére épít az alapverzió, az alapfelszerelés, 5 különböző kiszerelésben vagy csomagban érhető majd el az eszköz, és mindegyik csomag plusz egy-egy speciális funkciót, egy-egy speciális kezelési formát tartalmaz. Lássuk a készüléket! Szóval ez itt Misin készüléke, ez az a készülék, amit Gargyev alapesetben alapkészüléknek szánt, tehát igazából a hullámgenetika erre a készülékre épít. A hullámgenetikai állományok viszont csak Gargyev gépével, készülékével működnek egyelőre. 2 darab tekercset tartalmaz az alapverzió, és mind a 2 tekercs torziós mezőt hoz létre. Ez volna az első tekercs, egy szilikon öntvényről van szó, és benne található a tekercs, ami torziós mezőt hoz létre. A készülék hátulján található egy audio csatlakozó. Oda kell csatlakoztatni a hosszabb kábelt. A kisebb tekercs hosszabb kábelét oda kell csatlakoztatni, és található rajta 2 további kábel. Torziós mezőt hoz létre. A torziós mezőnek egyébként az az érdekessége, vagy specialitása, hogy nincs irányultsága, nincs iránya, ettől torziósnak mondható torziós teret. Torziós mezőt hoz létre a tekercs. Ezek a tekercsek önmagában elektromágneses mezőt hoznak létre, tehát egy elektromágneses torziós mezőt hoznak létre. Ezek az elektromágneses torziós mezők a nyirokrendszer kezeléséhez rendkívül jól használhatók, alkalmazhatók. A testfelületre oda kell tenni, amelyik testrészt szeretnénk kezelni. Hogyan működik a készülék? Van rajta egy bekapcsoló gomb, bekapcsoljuk, és egyből mutatja, hogy hány perces kezelést választottunk. 15 perc, 30 perc, 60 perc, végtelen. És itt pedig az erősségét lehet állítani. A gyerekek számára is használható, alkalmazható a készülék. 25% a gyerekeknek ajánlott, 50% a felnőtteknek, 100% szintén felnőtteknek, de hát ugye attól függ, hogy ki mennyire érzi, hogy a szervezete terhelve lenne, attól függően választható az aktuális teljesítményszint. Tehát ezzel a 2 darab tekercsel jön az alapkészülék, illetve van még hozzá egy indikátor. Akkor föléjük helyezve az indikátor elkezd világítani. Ugye látható. És a teljesítményszint kiválasztásával az indikátor az erősebben világít. Tehát először 25%, 50%, 100%. Lehet, hogy a kamera egyébként ezt nem adja vissza. A 2 tekercsben nem csak méretében van eltérés, hanem abban is, hogy ez a kisebb tekercs ez egy koncentráltabb, erősebb elektromágneses mezőt hoz létre, így a belső szervek kezelésére használható. Egy dologra fel szeretnénk hívni a figyelmet, a fejre tilos használni, tehát agyi területekre szigorúan tilos használni. Bármelyik elektromágneses tekercset tilos használni fejre. A 2-es csomag tartalma egy nagy 22 cm-es tekercsel egészül ki. Ez a 22 cm-es tekercs teljesen megegyezik a kisebb 14 cm-es tekercsel. Ez is torziós mezőt hoz létre, csak a méretében van eltérés. Ugye ez nagyobb felületre alkalmazható, ez azt jelenti, hogy ez a tekercs akár 80%-ot átfed a teljes test felületéből. A tekercsek külön-külön használhatók, ami azt jelenti, hogy külön a kisebb méretű tekercset, illetve külön a nagyobb méretű tekercset be kell dugni a készülékbe. A kisebb tekercsre a nagyobb tekercset csatlakoztatva a nagyobb tekercs nem működik. Illetve, hogyha mind a 2 tekercset, a nagy tekercset és a kis tekercset is erre a kisebb torus tekercsre csatlakoztatjuk, akkor a 2 tekercs, a nagy tekercs és a közepes tekercs nem működik szintén. Tehát ilyenkor mindig direktbe használjuk a készülék bedugva. A kisebb méretű tekercset is most direktbe bedugtam a készülékbe, és lehet látni, hogy nagyon szépen működik. Ezt nem dugtam be, a kicsi torus tekercset. Ez a tekercs a nyirokrendszerre jó például, ez pedig a belső szervekre, ez pedig az egész testfelületre.
ez az eltérés az elektromágneses tekercsek között, de mindjárt jönnek azok a tekercsek, amik szerintem egyébként sokkal érdekesebbek. Tehát ezek a tekercsek alapvetően az induktotermia jelenségét használják ki, illetve a kisebb toroid tekercs is szintén. Ezek mind torziós mezőt hoznak létre. Nagyon egyszerűen működnek, ugye ismertek azokat a kenőcsöket, krémeket, amiket testetekre kentek, akkor elkezd melegedni az alatta lévő szövet. Ez ugyanaz. Ugyanaz, csak ez elektromos verzió, mondhatni. Tehát ilyenkor mi történik technikailag? Technikailag az történik, hogy a kapillárisok, illetve vérerek a hő hatására elkezdenek kitágulni, megnő a véráram, a megfelelő tápanyagok a megfelelő helyekre jutnak, a szervezetnek az öngyógyító folyamatai beindulnak. Tehát ez a két tekercs erre jó, erre való. A kisebb tekercset ízületekhez lehet rakni, tehát ezt mutatom. Remélem, hogy mutatom. Ez a tekercs, ez az ízületekhez jó például. Ugye már mondtam, hogy belső szervekhez működik jobban, tehát például akár vese oldalra rakható, helyezhető ez a tekercs, naponta kétszer alkalmazandó per vese, tehát ugye reggel, este, egy-egy vesére rárakod 15 percre ezt a tekercset. Ennek az az értelme, hogy felmelegíti az adott szervet, körülbelül plusz 35 Celsius fokkal emeli meg a belső szerv hőmérsékletét. Ugye ismeritek azokat az ágyakat, ami arra szolgál, hogy a rákot próbálja gyógyítani úgy, hogy az ember befekszik ebbe az ágyba, és felmelegítik a test hőmérsékletét elég magas hőmérsékletre. Innentől a rákos sejtek azok valószínűleg elpusztulnak. Na most, ez lokálisan ugyanazt csinálja. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy gyógyít, mert itt az európai orvoslás, illetve gyógyszeripar ezt ebben a formában nem engedélyezi, nem szabad azt mondjuk, hogy gyógyítson, kivéve, hogyha rendelkezik orvostechnikai segédeszköz kategóriával, besorolással. De gondolom nem nehéz azt elképzelni, hogyha a szerveket belülről ez, illetve a másik tekercs is melegíti, akkor aki orvos, az tudja, hogy milyen biofizikai, biokémiai folyamatokat tud elindítani. Ez azt jelenti, hogy a szervezet az öngyógyulás irányába elindul, illetve azonnal tapasztalható pozitív változás. Nem csak annyit csinál, hogy melegít, hanem ez nagy frekvenciás hullámokkal teszi mindezt. A teljesítménye 100 milliampere és 400 milliampere között változik, és a nagy tekercs akár 80 cm-es felületet is le tud fedni az elektromágneses sugárzása által. Elősegíti az anyagcsere folyamatokat és eltávolítja a gyulladásos folyamatokat. Valamint a használata után azt tapasztalható, hogy ha vérvizsgálatra mentek, akkor javítja a vérvizsgálatnak a minőségét, javítja a véreredményeket. Hogy 8 kötőjel 12 cm mélységre hatol be a szervekbe a tekercsnek az energiája, és hogy optimálisan lehessen használni, 1-2 cm-es légrést kéne hagyni a tekercsek és a bőrfelület között. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk rakjunk rá egy törölközőt a testünkre, és arra helyezzük rá a tekercset, így használható optimálisan. Azon kívül a 22 cm-es, tehát a lapos tekercsek, ezek, amit mondtam, hogy torziós mezőt hoznak létre, nem tudom hányszor említettem a videóban, ez arra jó, azon kívül, hogy induktotermiális jelenséget hoz létre, hogy vízkezelése is alkalmas. A kisebb tekercs az arra jó, hogy egy nagyobb poharat rá tudtok rakni, beállítjátok a készüléket 15, esetleg 30 perces időtartamra, és ha ez letelik, onnantól a vizet ajánlott elfogyasztani. Mindjárt mondom, hogy mit csinál a vízzel. Tehát ez volna a kicsike tekercs, ez a 14 cm-es tekercs, és van egy nagyobb tekercs, 22 cm-es tekercs, erre 2 literes üveget nyugodtan rá lehet rakni, meg kell tölteni tiszta csapvízzel, és el kell indítani 30 perces időtartamra a készüléket, onnantól pedig az történik, hogy a víznek az elektromágneses struktúrája alapvetően nem szabályos. Hogyha csapból kiöntitek, de csapból ki van eresztve és bekerül egy üvegbe, az elektromágneses struktúrája az nem szabályos. Ez a készülék, ezzel a tekercsel azt tudja csinálni, víz elektromágneses, mondhatni, hogy molekuláris struktúráját,
homogenizálja, nem tudok rá jobb szót, ami azt jelenti, nem össze-vissza lesz rendezve a víznek az elektromágneses struktúrája, hanem egy meghatározott rendszerben. Igazából ezt jelenti a víznek a kezelése, és naponta 2 liter víz fogyasztása javasolt ebből a struktúrált vízből. Azon kívül a struktúrált víznek a fogyasztása minden kóros folyamat esetén javasolt. Tehát minden nap kéne 2 litert ebből a vízből, ebből a fajta vízből fogyasztani ahhoz, hogy optimálisan tudjon működni a készülék. Egyébként logikus, tehát hogyha belegondoltok, hogy mondjuk vese problémátok van, akkor nyilván a vízfogyasztás önmagában is sokat segít, plusz hogyha jobb minőségű vizet tudtok fogyasztani, és a készülék még segít abban, hogy a szövetek azok regenerálódjanak, tehát az önregenerációs folyamatokat önmagában elindítja. Tehát azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó, rendkívül hasznos, és abszolút hozzáférhető áru készülék lesz. De még itt nincs vége. Jön a 3-as csomag. Ugye ez volt a 2-es csomag. A 2-es csomag igazából csak a nagy tekercset jelenti, a 22 cm-es tekercset. A következő csomag egy rendkívül érdekes tekercsel egészül ki, ami azt jelenti, hogy az összes tekercset, tehát mind a 3-at tartalmazza a 3-as csomag, plusz 2 darab tekercset, amit mindjárt mutatok. Ez egy rendkívül izgalmas tekercs, ez a kisebb 14 cm-es tekercs, valamint egy ennek megfelelő 22 cm-es tekercsel egészül ki a nagyobb csomag. A következő csomagban nagyon speciális tekercsek találhatók. Ezek a tekercsek nem torziós mezőt hoznak létre, hanem elektrostatikus mezőt, és ezek az elektrostatikus mezők, ezek mégis dinamikusan változnak. Nem teljesen érthető valószínűleg, amit most mondtam, Tesla tekercs található benne, egy bifiláris tekercs, ami azt jelenti, hogy nincsen mágneses komponense az elektromágneses sugárzásnak, csak elektromos komponense van, és fél színuszokkal dolgozik a készülék, ezért 2 darab tekercs van a készülékhez, jár a készülékhez, mind a 2 tekercset egy időben kell alkalmazni. Ezek a tekercsek kimondottan idegrendszeri problémákra alkalmasak, idegrendszeri problémákat tudnak megoldani. A tekercsek azok így néznek ki, de mindjárt mutatom, hogy a készülékre hogyan kell csatlakoztatni. Tehát a 3-as csomag is tartalmazza azokat a tekercseket, mint amit korábban említettem, plusz itt van az a 2 darab tekercs, ami nagyon speciális mezőt hoz létre, és ezek úgy működnek, hogy a kicsike torus tekercsre kell csatlakoztatni, ugye 2 darab plusz csatlakozó, audio csatlakozó található rajta, és ezekkel kell a 2 tekercset csatlakoztatni. Hogyan kell használni? Úgy kell használni, hogy a testre, előre, illetve hátulra, rosszul mutatom, testre, előre, illetve hátulra, ugye fel kell szerelni a tekercset, oda kell rakni, ezekhez mellékelünk a rögzítő szíjakat. Ezek kimondottan idegi problémákra alkalmasak, például pszichopszomatikus problémák megoldására alkalmas ez a 2 tekercs, valamint álmatlanság esetén akár. És most jön a 4-es verzió. A 4-es csomag egy flexibilis tekercset tartalmaz, egy flexibilis induktotermiális tekercs, ami azt jelenti, hogy a készülékbe be kell dugni a tekercset, és könnyékre, csuklóra, karra, vára helyezhető, tehát ízületi helyekre, térdre, bokára is akár. Ez a tekercs azt hivatott szolgálni, hogy az ízületeket rendbe rakja, illetve porc sérülések esetén is alkalmazható. Nem kell azt várni a készüléktől, hogy az első alkalommal 100%-ban elmulasztja a fájdalmat, minden nap kell használni, naponta, egyszeri alkalommal. Ezt a tekercset, ez a 4-es csomag tartalma, rendkívül praktikus, ugye a másik 2 lapos elektromágneses tekercs is alkalmas erre a problémára, de az a tekercset az adott területen kell tartani. Ez egy kényelmi megoldás, igazából ugyanazt a funkciót, ugyanazt a működési elvet tartalmazza, mint a lapos tekercsek. És van még egy 5-ös verzió, hát ez megint csak érdekes lesz, a phaser antennákról már hallottatok. A következő csomag pedig phaser tekercseket tartalmaz. A phaser tekercsek a hagyományosnak mondható, itt ilyen esetben, torziós mezős tekercsekre kell ráhelyezni szilikon korongokat, ezeket,
Ezek tüskéket tartalmaznak, ezek az úgynevezett phaser antennák, vagy phaser tekercsek ilyen esetben, ami azt jelenti, hogy a nagy tekercsre a hátulján található gumi pántokkal lehet rögzíteni, és hogy mi a célja ennek, ez egy rendkívül érdekes tekercs. Ez a tekercs, a phaser tekercs, igazából az elektrofrézis hatásra épít, ami azt jelenti, hogy a tápanyagok még hatékonyabban tudnak eljutni az adott helyre, az adott szervre, amit kezeltek az alaptekercsel, valamint azt is jelenti, hogy még mélyebben tudnak hatni. Ez a tekercs, ez a phaser antenna-szerű tekercs hozza létre fraktálmezőt, hiszen fraktálszerűen vannak elhelyezve az antennák a kis tüskék a tekercsen, és egy kifelé, fölfelé irányuló elektrostatikus mező jelenik meg rajtuk, ami nem csak fölfelé irányul, hanem oldalirányba is, így a fraktál teret nagyon szépen létrehozza ez a tekercs, és nem csak ez a nagy, hanem egy picike is található, tehát a 22 cm-es tekercshez, valamint a 14 cm-es tekercshez is található egy-egy ilyen kis szilikon korong az ötös csomagban. Ennyi az összes csomag tartalma. Remélem érdekes volt, amit most nektek elmeséltem. Tehát azt lehet mondani, hogy ezzel a készülékkel a teljes testünket karban lehet tartani, nagyjából bármilyen megbetegedés, betegség esetén. Konkrétabban, hogy milyen tekercseket, milyen betegség esetén lehet használni, majd egy későbbi videóban fogok készíteni, egy későbbi videóban fogom nektek ezt elmesélni, hogy ne legyen túl hosszú a videó, és ne aludjatok el. Ez a készülék az alapverzió, tehát a kettő tekercses verzió nagyon alacsony áron, nagyon kedvező áron lesz megvásárolható. A tekercsekkel kiegészített verzió is kultúrált áron lesz megvásárolható, tehát úgy gondolom, hogy egy 700-800 eurós áron teljes készlettel, az összes tekercsel, az összes szíjjal, az összes megoldással együtt, ez még viszonylag kultúrált áron lesz elérhető. Kérlek, ne írjátok azt, hogy akartok vásárolni ilyen készüléket, egyelőre nem lehet. Ahogy meg lehet ezt a készüléket majd vásárolni, azonnal aktív lesz egy webshop, ahol ezt meg tudjátok tenni, illetve egy affiliate rendszert építek rá, és az affiliate rendszerbe beregisztrálva 9%-os jutalékot tudok nektek majd adni a készülékek árából. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, kérlek, tarts velem a következő részben is, és iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Sziasztok!